Up to mighty London came an Irishman one day. As the streets are paved with gold, sure everyone was gay. Singing songs of Piccadilly, Strand and Leicester Square, till Paddy got excited, then he shouted to them there. It's a long way to Tipperary, it's a long way to go. It's a long way to Tipperary, to the sweetest girl I know. Goodbye, Piccadilly. Szezonnyitó kiállításra várták az érdeklődőket a monostori erődbe. Az erőd hivatalos nevében szerepel a hat kultúra központ elnevezés is, melyre ritkán nyílik alkalom, hogy méltóképpen használjuk, mondta Varga István igazgató. Az Artford program ezúttal Máté Géza építész II. Világháborús repülőgép makett kiállításának adott otthont, melyet Lászai János nyugállományú alezredes nyitott meg. Máté Géza barátunk, építész. Ennek megfelelően a műemlék védelemmel foglalkozott, és a régi dolgokkal, nem csak a épített régi műemlékekkel, hanem a régi repülőkkel is foglalkozott. Mégpedig úgy, hogy a II. Világháború gépeit gyártotta le, de olyan minőségbe és olyan tehetséggel, olyan finom kézzel, hogy ezeken a gépeken mindent meg lehet találni. Még azt is, ahol véletlenül a használat közben elkolmosodott valami, vagy olajozodott valami, vagy kis hibája van a gépnek. A Légi harcok, pilóta arcok a II. Világháborúban című kiállítás 25 év makettépítő munkából született. Máté Géza 45 évesen kezdett el foglalkozni a makettezéssel. Elkezdtem én valakinek a gépét építeni, valaki olyan pilótának, aki vagy azért szimpatikus, mert ebbe az embertelen szituációba, amit a háború jelent, emberként viselkedett, és megmentette egy magyar pilótának az életét, egy amerikai fiú, vagy egyszerűen csak olyan szerencsétlen volt, vagy olyan sikeres, vagy... Tehát innen jön az, hogy pilóta arcok. Jó összerakni, még jobb kifesteni, mert onnantól kezdve lesz arca a gépnek, onnantól lesz valakié az a műanyag magát. Máté Géza egy-egy repülőgéphez kapcsolódó történettel is megismertette a hallgatóságot, melyben a bajtársiassági és az emberségé volt a főszerep. A hat kultúra iránt érdeklődőket és az iskolás csoportokat is várják a monostori erődbe. A kiállítás március 24-ig tekinthető meg, az erőd nyitvatartásával egy időben.